Antwerpen visszalépésével külön kerültek az úszástól a műugró és szinkronúszó számok az idei vizes Európa-bajnokságon. Amíg a kontinens legjobb úszói hazánkban Debrecenben küzdenek, addig a szinkronúszok Eindhovenben. A magyar válogatott tagja az Orkeese versenyzője, László Réka, aki első felnőtt EB-jére készül a szabad kombinációs kürt bemutató csapattagjaként. Elég nagy álmom teljesült most, majd remélem még ezután is lesz majd feljebb lépés, de most egyelőre ez egy nagyon nagy sikerélmény nekem. Nagyon jó csapat állt össze, csapatszellem is teljesen jól megvan, nagyon egymásra hangolódtunk, és nagyon sokat ökörködünk így, amikor ráérünk. A magyar csapat célja a legjobb 10-be kerülés, ami komoly feladat lesz, hiszen Rékáék versenyszáma talán az egyik legnehezebb az eindhoveni programban. Ez a szabad kombinációs kür az egyik legszabadabb gyakorlat így a szinkronuszásban, semmilyen megkötés nincsen, az se, hogy hogyan kell beugrani, minek kell benne lenni, semmi nincsen, teljesen szabad és fantáziára van bízva az egész. Igen, nehéz, mert a sok csapatot összehasonlítani is nehéz, hogy most az egyik egy kicsit klasszikusabb, művészibb jelleg, a miénk például egy dinamikusabb, pörgősebb kür lesz, ezt is nehéz összehasonlítani, de hát felvettük a kesztyűt. A magyar csapat pénteken hajnalban indul Hollandiába, és a vasárnap esti döntőig még kettőt edzenek Rékáék a helyszínen, hogy minél tökéletesebben tudják bemutatni kürjüket.